Sziasztok, Dárdai Pál vagyok, üdvözöllek titeket Esztergomban. Szeptember 26-án Magyarország-Olaszország Nemzetek Ligája mérkőzés lesz Budapesten. Ha már eljöttök Budapestre szurkolni, akkor érdemes egy órás úttal megközelíteni Esztergomot, mert nagyon szép a város. Akár hajóval, akár autóval érkeztek Esztergomba, érdemes meglátogatni a Dunapartot, sőt, kiemelném a Kis-Duna sétányt, ennek a szépsége önmagáért beszél. A 2001-ben felújított Mária Valéria híd köti össze Esztergomot Párkánnyal. Ezen a hídon érdemes gyalog is átkelni, mert gyönyörű kilátás nyílik a városra. És természetesen a város leghíresebb épületét, az esztergomi bazilikát se adjátok ki, már csak azért sem, mert Magyarországon a legszebb és a legnagyobb egyházi épület. Az esztergomi vár már a 10. században megépült egy 50 méteres szakadékos magaslatra. Ha eljöttök ide, megtekintetitek a vármúzeumot és a várszínházat is. Remélem, hogy meghoztam a kedveteket, hogy mérkőzés előtt vagy mérkőzés után elgyertek ebbe a gyönyörű szép városba. Sziasztok!